A Nemzeti Táncszínház és a Balaton Színház szeptember 7-e és 10-e között rendezi meg a 21. Keszthelyi táncpanorámát. A rendezvény célja, hogy a balatoni régióban élőknek is megmutassák a magyar táncművészet sokszínűségét. Az idei esemény részleteiről Erdl Péterrel, a Nemzeti Táncszínház igazgatójával és Juronics Tamás táncművésszel, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetőjével beszélgetünk. Isten hozott titeket. Kezdhetünk-e akármin a buránával? Mert hogyha Tamás itt ül velünk szemben, akkor én ezt nem hagyhatom ki. Tehát az a 23 év már így önmagában is soknak tűnik. De 23 év alatt sikerrel játszani nem csak Magyarországon, nem csak Budapesten, de Európa szerte, sőt a tengeren túl is egy ilyen koreográfiát, az azért teljesítmény már önmagában véve is. Ki gondolta ezt még 2001-ben, amikor elkészítettem ezt? Voltam 30, nem tudom, 1-2 éves, hogy ennek ilyen hosszú élethez is ilyen siker, és valóban nem volt egy fél év sem, amikor ez kimaradt volna, tehát soha nem álltunk meg vele, egyfolytában játsszuk, és mindig van rá igény, a Nemzeti Táncszínházban is a mai napig a kezdetek óta játsszuk, tehát nagyon régóta, és hát rengeteg országban, kb. 20 országban voltunk vele, nagyon sok-sok előadás, 450 előadás körül vagyunk, tehát éppen most akarom majd kinyomoztatni, Magyarországon van-e még egy olyan mű, ami ilyen hosszan és ilyen sok előadásban maradt repertoáron, ha nem, akkor egyrészt még van benne szedem meg pár év, akármilyen a buránában, tehát akkor is valahogy ezt ki lehet mondani majd, hogy a magyar tánc történet egyik legsikeresebb és leghosszabban játszott darabja. És büszkék vagyunk rá. Gratulálunk. Köszönjük szépen. Akkor ha már a Carmina buránával kezdtünk, akkor folytassuk a tánc panorámával. Péter, hozzád fordulok. Mit kell tudni az idei programnaptárról? Hogyan programnaptárról, programról hogyan épül fel? Hát ugye 21-dik, tehát nagykorúvá vált a fesztivál, és pont ez volt a koncepciónk, hogy akkor csináljunk valami érdekes olyat, ami ezt a nagykorúságot megint ki tudja fejezni, és akkor itt jött az ötlet, hogy keressük elő azokat a nagymúltú koreográfiákat, amelyek kiállták az idő próbáját. Tehát egy darab, hogy 2-3 színházi évadon keresztül megy, melyek azok a mi táncművészeti életünkben. És akkor így rákerestünk a Magyar Nemzeti Táncüttes Szatmáriára, amit 2004-ben készített Zsurászki Zoltán alkotó. Megnéztük a Nap legendát, aminek különleges érdekessége Mihály Gábor koreográfiája. 2002-ben a Balaton Színház nyitása ezzel a darabbal történt. Wow. Tehát akkor nézzünk három ilyen táncművészeti matuzsálemet, 20 éves körüli darabokat, három Kossuth Díjas táncművész alkotót, na hát ez idén a 21. Keszthelyi táncpanorámának a különlegessége. Ez nagyon szép. És hogyan fogadja mindezt a közönség? Azért nektek is 21 év alatt valamivel mindig meg kell ragadni. Jó, most amit elmondtál, nem volt nehéz idén megragadni a közönséget, de bizonyára kell, hogy szíve legyen, kell, hogy lelke legyen egy ilyen fesztiválnak, hogy minden évben legyen rá kíváncsi az ember. És ne azt mondja, hogy jaj, én már tavaly voltam, most idén nem megyek, hanem tavaly is voltam, idén is szeretnék elmenni. Hát hál' Istennek a Balaton Színház dolgozói, igazgatói mindig nagy szeretettel és figyelemmel voltak irántunk, ugyanígy a Keszthely önkormányzat, éppen jelen pillanatban polgármester Maninger Jenő úr is támogatja, de hát különösen a keszthelyiek és a keszthelyi környékén élők nagyon szeretik a táncot, és ezt mondjuk mindig ilyenkor, hogy ilyenkor a Balaton tánc fővárosává válik Keszthely, de hát persze nem csak a felnőtt nézőkre gondolunk, hanem a gyerekekre is, tehát az 7-én a Fodor Zoltán társulat, Inverse Dance társulat adja elő Berg Juditnak a Rumini című gyerekeladását, és ilyenkor két előadást tudunk egy napba bepasszírozni, és hát több mint 1000 gyerek látja így ezt a táncjátékot, de hát vannak kiegészítő programjaink is. Fotókiállítással is készültek. Mi az, amit például bemutattok a balatonparti lakóknak? Van egy rendszeresen visszatérő alkotónk, előadónk, ő Lakatos János, és ő azt találta ki, hogy csipegetve a hollywoodi filmekből a táncrészleteket összeszedi, és nagyon izgalmas, érdekes kulisszatitkokat mond el a nézőknek. Ez egyébként most is szombaton ingyenesen lesz látható a nézők számára, ez az ajándéka a táncpanorámának a közönségünknek, és a Keszthelyi főtéren egy nagy LED falra kivetítve hallgathatjuk és nézhetjük meg a sztorikat. Na János nem csak nagyszerű táncos tanár és előadó, hanem fotográfus is, és tavaly a társulatok évét hirdettük meg egy marketing kampányt, ahol az összes társulatot behívtuk egy színpadra, János fölmászott a zsinórpadlásra, és föntről
lefotózta őket, és ők a kreatív alkotók egy-egy izgalmas... Látjuk is a képeket, nagyon jól voltunk, igen, nagyon. És akkor ugye a 12 óránál középen az alkotó társulat vezető, és akkor ez egy tánc mandalla tulajdonképpen, 28 társulat, és ezzel reprezentáljuk, és őrizzük meg az utókornak a 22-es, 23-as évad táncművész előadóit. És hát nézzünk egy kicsit a jövőbe, a Szegedi Kortársban, hát milyen évad előtt áll, illetve még ebben az évadban mire készülhetünk? És lesz-e kihívója a Kármina Buránának? Nem lesz. Kihívója. Kihívója, nem hiszem, mi Kármina Burán fogunk ünnepelni. Mert hogy mi is ünnepelünk, ahogy az előbb Böske is, ugye 30 éves az ő együttesünk is, igen. A mi társulatunk ugyan 36 éves a Szegedi Balett, de a Pataki András barátommal 30 éve vezetjük, azóta nevezzük Szegedi Kortárs Balettnek, úgyhogy ezt a 30 évet mi is ünnepeljük majd bizonyos eseményekkel, de sok más előadásunk is lesz, és hát a turnéink a Kármina Buránával azok folytatódnak, éppen most jöttünk haza Spanyolországból, két helyszínről is megyünk majd Finnországba, aztán megyünk egy nagy belga turnéra majd decemberben, tehát hogy az őszünk az elég sűrű, és bemutatóval is készülünk majd, ami nagyon különleges, hiszen megint csak egy évfordulóhoz kapcsolódik, miközben Petőfi 200 évfordulóhoz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes projekt, mert sok mindent kitaláltak mostanában, hogy Petőfi valamelyik művét színpadra tenni, vagy Petőfiről készítsenek táncjátékot, ilyen is volt, hogy musicalt, vagy filmet. Én egy másfajta megközelítést alkalmaztam. Petőfi egy-egy versét kiválasztottam fiatal zeneszerzőkkel, ők 30 alatti zeneszerzők, akikkel azt kértem, hogy egy-egy etüdöt írjanak a Szegedi Kortárs Balett számára. A láng lelkűről? A láng lelkű lesz a címe ennek az esnek, és azt gondolom, hogy azt a lelkületet akarjuk megragadni, ami Petőfit jellemzi, és az, hogy önálló kompozíciók születnek balettra zeneszerzők által, és ez szimfonikus zenekar fogja megszólaltatni, a Szegedi Szimfonikus Zenekar élőben, szerintem ez nagyon nagy dolog, és erre koreográfiák is készülnek fiatal alkotók kezével. Úgyhogy izgalmas. Valóban az. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindenről beszélhettünk vele. Köszönjük szépen. Köszönjük. És jó, szép ünneplést kívánunk.